Holnap, vagyis június 28-án veszi kezdetét a Street Food, Street Art és borsétány a főtéren. Különleges és változatos ételek, italok, sztár fellépők, DJ-k, utcai művészet és mozgó éttermek, vagyis food truckok várják majd az érdeklődőket július 1-ig. Ebben a témában vendégem Barta Dóra, a Híres Agora Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük azzal, hogy említettem, hogy ez most már a második ilyen rendezvény. Milyen célt szolgált anno, amikor kitalálták, hogy egy ilyen jellegű programsorozatot is meg kell szervezni Kecskeméten hiánypótlásként talán? Nem tudom, mennyire jelentett hiányt. Mi úgy véltük, hogy szeretnénk egy olyan kínálatot nyújtani Kecskemét városban élőknek és a városba érkezőknek egyaránt, ami a lehető legkorszerűbb fesztivál hangulatot idéző eseménysor, eseménylánc. Hiszek benne, hogy az élménnyel, a vizuális élménnyel, szolgáltatási tartalom élménnyel társított fesztiválok azok, amik leginkább közkedveltek manapság, amely képes újításokkal, képes új programelemekkel, egy event struktúrával sokkal változatosabb és gazdagabb képet mutatni, azaz olyan ajánlatot és kínálatot adni, hogy ha nem célirányosan mondjuk úgy egy nagy koncertre érkezik a látogató, hanem egy adott időintervallumon belül beérkezik Kecskemét belvárosába, akkor biztos, hogy találjon számára kedvező és élményteli pillanatot, szórakozási lehetőséget, vagy akár csak találkozási lehetőséget. Újítást említett, én úgy gondolom, hogy ebbe beletartozhat a mozgó étterem, ugye ez egy ilyen kiugró, figyelemfelkeltő szó összetétel is. Mi lehet ez a food truck? Hát én azt gondolom, nincs olyan világváros, ahol ezek a mozgó éttermek, food truckok ne fordulnának elő. Ezeken a fesztiválokon összehozzuk őket. Ilyenkor adottság az, hogy nagyon sok gasztronómiai különlegességet lehet egy rövid területen és egy nem hosszú nagyvárosi sétán végigkóstolni. Ráadásul nem utolsó sorban nagyon érdekes vizuális élményt jelentenek ezek a food truckok, hiszen nagyon aranyos, kreatív kis autók ezek, melyekből az ételnek megfelelő hangulat és atmoszféra sugárzik. Tehát én azt gondolom, egy ilyen fesztivál esetében ez is nagyon fontos, hogy szemet gyönyörködtető legyen az, ami mondjuk egy ilyen akár étkezési pillanattal kapcsolódik, és ennek a láncolata és ennek a sora egy különleges vizuális elem. Ugyanakkor figyeltünk arra is, hogy mondjuk az étkezés vagy a gasztroművészet kapcsán mindenfélét meg lehessen kóstolni, tehát a sósételektől az édességig egyaránt mindent megtalálhat az, aki jön, vagy aki a reformtáplálkozás híve, az is talál saját food truckot magának. Akkor igazán változatos lesz és izgalmas. Egy ilyen gasztronómiai különlegesség lesz itt a következő napokban. Térjünk át egy kicsit a borra. Ugye nyilván mindig a borsétány az, amire azért szintén nagyon sokan kimennek. Most hány borásztól fogjuk itt majd tudni megkóstolni a különlegesebbnél különlegesebb italokat? Közel 15 házunk van, amiben nem csak egy-egy borászat jelenik meg, tehát azt gondolom az a spektrum, vagy az a kínálat, amit jelent a borkóstolás lehetősége, ennél jóval szélesebb. Azt mondanám, hogy egy-egy házból akár több borászat borához is hozzájuthat az érdeklődő. Tavaly is nagyon jól sikerült, és nagyon nívós borászatokat sikerült megnyerni, ez idén sincs másképp, sőt több és szélesebb spektrumon is gondolkodtunk, illetve a bor mellett a pezsgő is megjelenik a palettán, a kínálati palettán, szeretik és nagyon szívesen isszák ezt a nedűt is. Az ételek, italok mellett ugye beszélnünk kell magáról a street art részéről is ennek a programsorozatnak. Milyen művészeti elemek, performanszok lesznek majd most terítéken? Igen, nagyon fontos szerintem, hogy egy kulturális eseménysornál milyen művészeti kínálat jelenik meg. Ezért igyekszünk egy szórakoztató, ám de magas minőségű ajánlatot mutatni Kecskemét belvárosában. Azt mondanám, hogy az utcazenészektől kezdve a professzionális táncművészeken át, akik élőszoborként mozognak és járkálnak a téren, egy fúvós zenekar, mely szintén nem csak a szűk belvárosban értelmezve, hanem egy ilyen vonuló seregként is követhető módon, vagy akár egy guruló zongora, amelyre egy 5-6 éves kisgyermek föl is ülhet akár, és utazhat ezzel a kis zenei különlegességgel. Ezek látvány és élménycsemegék, amelyek követhetőek,
művészeti érzetet sugároznak, és nem pozícióhoz kötöttek, hanem inkább ehhez az élményhez, hogy követhetőek. Illetve képzőművészeti szempontból nagyon fontosnak tartom, ami a Híros Agórán belül egy nagyon erősen és dinamikusan fejlődő láb, vagy egy ágazat, hogyan kerül az utcán úgy szem elé, és hogyan tudjuk kifolyni, vagy folytatni gyakorlatilag a művészetet a falakon át is, hogy képzőművészek jelenjenek meg, festők, mint egy ilyen kis kecskeméti Montmart, úgy kell elképzelni a Deák teret az Agóra előtt, ahol lehet látni professzionális művészeket, és nagyon tehetséges fiatalokat egyaránt festeni, alkotni, a pillanatnak élni, miközben akár valaki fog egy finom bort, nedűt, vagy éppen egy nagyon finom hamburgert is megeszik közben, úgyhogy az egészet így össze lehet kötni, föl lehet egyedi módon használni, különlegesen sok olyan helyünk van, ami arra lett kitalálva, hogy olyan installáció legyen, ami mondjuk ilyen kicsit ilyen csillesebb, lazulósabb hangulatra ideális, korszerű lehetőség, úgyhogy lehet ülve, állva, akár egy kicsit eldőlve, fekve is fogyasztani ezeket az ételeket, italokat, úgyhogy ezek kifejezetten új fejlesztések a területen. Az eldőléssel azért nyilván mindenkit óva intünk ettől a pozíciótól. Ugye most már tudjuk, hogy lesznek a főtéren programok, tudjuk, hogy lesznek a Deák téren programok, de ha jól értem, akkor azért itt több helyszín is van, tudunk egy párat konkrétan említeni? Igen, kifejezetten tematikusan bontottuk fel. Az Agóra előtti területet mondjuk így művészeti területnek nevezhetjük, ami elsősorban a képzőművészek, művészek számára adottság, zenét is lehet hallani, illetve aki portré rajzot szereti, vagy szereti, ha lerajzolják, Szabó Csaba szuper jó kis grafikái, a karikatúristákat várják, és folyamatosan kérhető arra, hogy valakinek készítsen egy szuper jó kis portré rajzot. Az Agóra falva az, ami gyakorlatilag a főtér és az Agóra közti terület, a gyerekeknek szól. Szerettünk volna egy mini fesztivált létrehozni a számukra, és a nagyon népszerű Agóra falvánk, ami ugye a kis pici színes házainkból áll. Mindig az a kedvence egyébként ügyvezető asszonynak is, igen, ezt már igen, tudjuk. Igen, nagyon kedvelem, mert látom, hogy nagyon népszerű, és a gyerekek nagyon sok órát eltöltenek ott szüleik társaságában. Ingatlan fejlesztés történt, sokkal több faházunk lesz most, úgyhogy azok, akik eddig voltak, is új házikókat tudnak tapasztalni, illetve ételekkel, italokkal, gyerekételek, gyerekitalok kínálatával szintén kedveskedünk a kicsiknek, és egy számukra kerekfesztivál hangulatot kínálunk. A főtér az a főtér, ugye a nagy színpad tere, illetve a romkertben is, a nagy színpadi koncertek előtt egy koncertsorozattal már ott az egész tér gyakorlatilag zenével telített és gazdag kínálatot nyújt. Illetve ami új fejlesztés még, a Neumann tribününk, ami az egyetemista korosztályt úgy szólítja meg, hogy a nagy koncertek után minden este fellépő DJ-k azok, akik éjfélig gyakorlatilag már egy más karakterű zenével, de egy egészen más atmoszférával töltik fel a fesztivál hangulatot. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy milyen típusú időtöltést és szórakozást kínál magának, és el tudja dönteni, melyik az a terület, ami neki inkább az ő igényeinek leginkább megfelelő, és nem is lehet eltéveszteni, mert nagyon egyértelmű jelekkel, tájékozódási pontokkal kívánunk segíteni ebben. Ha már említette a DJ-ket, és én is mondtam, hogy sztárfellépők is lesznek a DJ-k mellett, és örülök, mert például helyi DJ is játszani fog szettet. Nézzük, hogy kik is fognak fellépni. DJ-k felsorolásában segítek magamnak, mert van egy ilyen nagyon szép sárga kiadványunk, hogyha valaki szeretné lapozgatni, akkor ebben minden fellelhető. Ugye Kincses Szabi, aki majd rezidens DJ-ként minden nap fellelhető a Neumann Tribünön, Nigel Stately után Lofty Beggy, majd Newick és Wilcox fogja ezeket a késő esti órákat feltölteni elektronikus zenével. Én azt gondolom, hogy az a karakter és az a megújult terület leginkább fiatalokat invitál, de azért semmi nincs korosztályhoz kötve. Biztos vagyok benne, hogy a korosztályi határok nagyon szépen ugyanúgy, mint tavaly, gyakorlatilag egymást fedve megjelennek, és családok is nagyon intenzíven látogatják a rendezvényt, és ki hol mennyi időre áll meg, az már az ő szívük joga.
Tehát egy kaf, egy helyi termék ünnep Hungarikum kiállítás után ismételten megtelik akkor a főtér itt hangulattal, programkínálattal, és ahogy láthatjuk, tényleg csak egy pár nap telt el a két esemény között. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, és elmondta nekünk a programokat, amiket természetesen az Agora honlapján is részletesen el lehet olvasni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt. Nagyon köszönjük a meghívást.